És üdvözlök mindenkit, én Szőveik, ezt minden láthatjátok a Sims 3-on, kis Dorokin életének következő része epizódja, kinek mely kifejezés tetszik ugye a legjobban, és köszöntök szépen mindenkit, külön a csajokat, a hölgyeket, a nőket és a lányokat. Hú, de gyors voltam. Majdnem egy levegővel végig tudtam ezt az egészet mondani, de ezek szerint akkor mégse. Na, előző részben valahol ott tartottunk, hogy vasárnap dél volt, és úgy döntöttem, mondom, hogy nézegettek így a városkában, és megtaláltam Milton, aki nem tudná ki ez a Milton, az Dórának a reménybéli partnere, hogy ő itten lakik. Hát mondottam, akkor miért ne jöjjünk el hozzá, és rengeteg időt itt elpocsékoltam, úgymond. De nem rossz, nem rossz ez az épület. Tehát ez a ház, ez hatalmas. És mondjuk én nagyon-nagyon ki voltam ezen akadva, mondjuk, jó, de nem tudom, milyen francia akadozok ki, amikor ekkora hatalmas nagy lakás van, és csak az öreg dolgozik, szerintem. De most az lesz szerintem, hogy barátságosan megkérdezem a barátságosan megkérdezem a napjáról. Játszom szemetőképes játékokkal, nem ismerkedünk szépen. Nem ismerjük itt ezt az egész családot, mert kíváncsi vagyok, hogy a harmadik ember eset gondolom, hogy ő rendőr. Miltonnak nincs állása. Martinak szintén nincsen állása. Kíváncsi vagyok, hogy Kenisnek van-e valami állása egyáltalán. Jó, mivel megkérdeztem a napjáról, ezért kérdezzük a karrierjéről. Beszélgessünk számítógépről, illetve valljuk be Milton iránti vonzalmunkat, illetve pletykáljunk, illetve bókoljunk a lakásnak. És Kenny is munkanélküli, teljesen jó. Há, négy férfiből három munkanélküli. Teljesen jó, akkor csak az öreg tartja el őket. Mi ez? Grill maraton. Ho-ho-ho-ho! Ho-ho-ho! Grill maraton, srácok! Megyünk maratonozni, amint befejeztük itt a nagy beszélgetést. Hallottad, hogy a Maradoner szemérmetlenül gazdag? Ő is gazdag, itt mindenki gazdag. Oké, sziasztok! Hova lett? Itt van. Grill maraton, Városliget. Városliget, jó. Bókoljon a lakásnak, nem bókolunk a lakásnak, szépen lelépünk. Ezt jövünk grill maratonozni. Dóra, elindultál? Dóra! De ott van még egy nő. Ki az, aki még itt élhet? Akkor lehet, hogy az öreg meg a felesége, akik dolgoznak? Na várjunk, ez így érdekes. Vagy lehet, hogy a harmadik férfi. Na jó, én ezt nem értem. Mi ez? A városi... Mindegy, cél grillez 5 alkalommal, és szorosabbra fűzheted a kapcsolatot a városiakkal mellett, belnyelted a közösség grillező díjat. Jó. Na nézzük csak ezt a grillezős mindenséges... Hol van Dóra? Oké, követjük Dórát. I see you! Fejes saláta mag. 5 fogás ütöttél. Minek körül ennyire? valamit nagyon találhatott. Na nézzük csak. Közösségi grill maraton. Oké. Okay. Sakkozza Morgana. De... Na I. Water in my eye. Hol vannak ilyen sütögető dolgok? Nem akarok felszolgálni villás reggelit. Úgy tűnik, hogy még ez. Akkor így fogjuk ezt megcsinálni, remélem. Akkor jöjjünk szépen ide. Elkezdünk szépen sütögetni, itt a baba mellett. Dorinka Kovács mellett, aki most szépen odébb settenkedik. Szegényem. Ne szíjá! Don't cry, baby! Gratulálunk, Dóra épp most fejlesztette főzés tudományi jártosságát 7. szinten. Dóra megtanult citromos pitét sütni. Nézd be a könyves boltba is pár új receptért. Legalább 1000 szimulán értékű tűzhely megvásárlása.
Simán. $1000? Tehát a legjobb tűzhelyen van. Most komolyan el kell adnom, és akkor még egyszer meg kéne vennem. Majd mindjárt megnézzük, hogy tényleg a legjobb ízén van-e. Tűzhelyen van-e. Kész vagy már? Oké, egy fogás megvan. Együnk egy ilyen... Vegyünk egy tányérral, oké. Fogyasszuk is azt a jó kis hotdogot. Utána hotdog után csináljunk... tofu hotdogot. Utána csináljunk vegetáriánus hamburgert, utána csináljunk rendes hamburgert, és nem tudom majd mi lesz az ötödik fogás. Majd kiderült talán. Még lehet, hogy nekem a vegetáriánus hotdogot kellett volna megennem, mint nő, de mindegy. Láttatok már tűzoltót grillezni? Tűzoltó ruhában? Jó, már én se. Ezért kíváncsi lettem volna rá, azok, hogy nem figyeltem oda. Pedig arra tényleg, az hatalmas nagy dolog lett volna szerintem. Mekkora epikus tényleg egy tűzoltó ruhában odaállni a grillhez és elkezdeni sütni. Hát... mi a fene? Tiltakoznak valami miatt. Nézzük meg azokat a táblákokat. Táblákat! Hank Goddard. Akkor az volt az a... izé... rendőr. Na, ne izéjétek már annyira. Egy gyűrű. Áthúzva. Oké, költői kérdés. Városházán... tehát lényegében gondolom én, hogy ez itt a városháza, ugye? Igen, hát... ja, járj be a városházát. Csatlakozzon a tiltakozókhoz. Névmódosítás. Menjen be karizma órára. Nem, készítsen fényképet az üdvözlőlaphoz vele. Na tehát, itt vannak a városházánál. Ezek tüntetnek valami... gyűrű ellen. Tehát gondolom valami házasság ellen. Ki akar megházasodni és miért? És az embereknek mi közük van hozzá, hogy kivel házasodik össze? Öcsém, hát ez nehogy már. Na milyen világban élünk? Tüntetnek azért, hogy valaki meg akar házasodni. Érdekes, érdekes, érdekes. Vagy lehet, hogy rosszul jön le nekem ez az egész. Lehet, hogy a gyémánt gyűrűk miatt tiltokoznak. Hogy kevés. Vagy épp az, hogy sok. Vagy a franc se tudja. Á, nem tudom már. Nem tudom kitalálni, hogy mi a tiltakozásnak az oka. Meg gyűrű áthúzva plakát. Ez vajon ki lehet? Majd mindjárt megnézzük. Amint megcsináltam az 5 darab fogást. És akkor oda letettem? Jaj, Istenem, úgy tűnik a rendet... kellene csinálnom, de ezek szerint nem. Már úgy tűnik, hogy más helyeken nem tudok rendet csinálni. Itt vannak a padok. Miért nem azokra pakolod le, Dóra? Nehogy már ez letetted középre, azért most izé cső, puszipá. Nem lehet izé máshova tenni őket. Ne? Sims, sose értettem ezeket. Egyetek hotdogot! Gratulál! Csináljunk még hotdogot! Na, tehát gratulálunk Dóra, annyi fogás elkészített, hogy teljesítette a Starchef jártasság próbát. Nézd be Dóra a jártassági naplójába, ha kíváncsi vagy a jutalomra. Jártasság... logika, karizma, főzés, tudomány. Jelenlegi jártassági szint 7-es. Dóra kész arra, hogy a fejébe csapja a kuktasapkat, és ő legyen a szakácsok gyöngye, a fejedelmi étkek szállítója, a konyha ördöge. Rengeteg időt kell még eltölteni a tűzhelye mellett izzadva, és a szakácskönyveket bújva, de Dóra soha többé nem lesz magányos, amíg isme... rősei... hol van? Ismerősei tudják, hogy el tudja készíteni kedvenc ételüket. Oké. Jártasság napló. Starchef. A Starchefek legalább 50 fogást készítettek már el. Róluk bizony elmondható, hogy otthon vannak a konyhában, az ő főztjük ízletes. Wow. Világklasszis chef, menümester. Wow, ilyeneket tudunk? Az igen. Logikánál mi a helyzet? Nagymester. A nagymesterek elérték. A nagymesterek elérték a vágyott 5. szintet, a sok tápláléklánc. És a sok tápláléklánc.
csúcsát. A saktáplálék láz csúcsát. Ott ülnek a drónosok, igen, igen. Égi felfedező, felfedezők, legalább 20 égi testet fedeztek fel tárcsövekkel. Jó, hogy a logikát még az éve is lehet! Bocsáss, azok. Jaj, annyira meglepett ez a dolog, hogy most meg itt. Ez jó, ez egy artossági napló, én ezt eddig miért nem tudtam? Na, hát így a játék végigjátszás során egy 20-valányodik rész alkalmával végre rájövök ezekre a dolgokra. Nagyszerű tanerő. Jártasságok doktora. A jártasság doktora már legalább 30 órát eltűntettek Massimek oktatásaival. Emiatt sokkal hatékonyabban korrepetálnak másokat jártasságokból, mint a többiek. Teljesen jó. Tehát valakit korrepetálnom kéne. Vagy égi felfedezéseket csinálom. Há, 5 győzelem, 3 vereség. Nem győzött le senkit. Legmasabb szintű legyőzött sakkparter. Senkit? Gyalogos szintű sakk vagy? Sakkozó vagyok? A gyerekek korrepetálásra eltűnt a túrák száma. Ó, tehát el kéne mennem ezek szerint az iskolába. Vagy égi felfedező leszek. Ó, egy csillagász. Dora King az orvos, a sakkmester. Nem. Nem leszek sakk... Mivel az összes könnyékbét ellátod jóféle grillezett falatokkal, a közösségi grillezőként ismernek vára szerte. Dicsekedjen a konyhai tudásával. Kinek? Ki ez? Ki vagy ti? Kinek akarsz te dicsekedni? Neki? Mirai Alvir? Ez olyan keleti. Keleti? Arab névnek tűnik nékem. Hát, mire úgy véli Dora? Unalmas. Hát, nem csodálom. Na mindegy, menjünk haza. Szép volt, jó volt, amíg tartott, de hát Istenem. Vasárnap 8 óra van, hónapban menni kell dolgozni. Na, ma úgyis hazajövünk. Akkor... úgy, köszönöm. Valami nem stimmel. Na így már sokkal jobb. Na várjunk csak. Ezt a tűzhelyet itt nekem meg kéne itt nézegetnem. Böcepöccintő tűzhely. Festus. Böcepöccintő tűzhely? Akkor nem is a legjobb tűzhelyen van meg ezek szerint, hanem a... Festus kell nekem megvenni. Jó. Akkor Dóra szépen hazajön. Nagyon gyorsan. Úgy. És akkor azt szépen eladjuk. És akkor megvesszük a Festus nevezetű tárgyat. Ami nem fér be. De befér. Nagy nehezen, de befér. És így teljesítem a vágyát. Haha! Szolgálj fel egy desszert. Mert van desszertünk. Tortánk van, tortánk! Yeah! Ó, hát tényleg még születepi torta még mindig megvan. Hány éves vagy amúgy Dóra? 81. Oké. Okay. Dobunk egy WC-t. Meg is fürdünk. Úgy. Ezt nem lehet tovább fejleszteni? Miért? Az korrekt. Az korrekt. Úgy. Na, így már sokkal jobban néz ki a történet. Na. Ez jó volt. Na mindegy. Ott tartottuk, igen, hogy ürítés, higiénia, energia, igen, és akkor pont reggel szépen fel fog ébredni Dóránk, és akkor szépen elkezdődik megint az unalmas hétköznapok. Na, mondjuk ezek a hétvégi napok, hogyha jól emlékszem, akkor ezek szerintem nagyon jól elsültek. Most így visszaemlékez végem, most akkor részt vettük a grill versenyen, meg elmentünk ahhoz a Milton-tognak a családjához. Azt gondolom, hogy az előtti napokon nem tudom, mit csináltunk. De aztán tartalmas volt a hétvége. Dora King gyászba borult. Thorntonból falála miatt. Ó, banyek. Összes könnyékben. Ja, igen, ez meg a grilles izé volt, oké. Okay. Na, Thorntonból is meghalt teljesen. Nem azt mondom, hogy teljesen jó, de hát most Istenem, ez van. Feküdjél le aludni. Köszönöm szépen, és akkor időugrás, és akkor mindjárt visszatérek, srácok, lányok.
Na srácok, vissza is tértem. Beszélgessen valakivel, majd beszélgetünk egyszer valakivel. Egy óra itt lesz az autó Dóra munkahelyéről, de nem baj, én közben elkészítek magamnak egy jó kis gofrit. Az gofrit készítek el. Az Dóra szépen megeszi, aztán akkor teli hassal kipihenten tud elmenni dolgozni, ha már is készül. Nem ette meg! Há, ma megint nem ette meg! Na jó, mindegy. Akkor mikor hazaérsz, drága Dórám, megeszed a gofrit, illetve kifizetjük a számlát, és többet adunk, mint ami jár. Időugrás, srácok, lányok, mindjárt visszatérek. Na, srácok, visszatértem, mert jött egy üzenet. Add szívből Dóra King részére a kórház. Műszív mérnökeinek szükségük van egy teljes sorozat szívbillentyűre, amelyen kísérleteznének. Gratulálunk, te vagy ez az első számú donor jelölt. Ha! Ne aggódj, a szívedet egy teszetosza teljesen szervtelen továbbfejlesztett szív alternatíva. Ez a teszetosza. Helyettesíti majd. Oké, a kórház pénzutalommal és fizetés emeléssel ismeri el nagy lelkűségre. Cél, adományoz szívet a határidő lejárta előtt, hogy bezsebelhess a fizetés emelést és a pénzutalmat. What? What? Mi? Oké, elfogadom, de hogy? Arra kíváncsi vagyok. Dóra King ma ügyes, lehet, hogy ma vissza kell menni a kórházba segíteni. Jó. Adományozzon szívet. Oké. Azt csinálom. Folyamatosan azt csinálom. Feszült Dóra el tudna viselni pár óra annyi, meg egy tiszta szórakozás, hogy egy kicsit. Ja, mert szórakozásom lent van a béka feneke alatt. Ez így hogy? És ez mennyi időt fog nekem igénybe venni? Igényelni. Mindegy. Fizesse be a számlákat. Na, de most erre én most kíváncsi vagyok, most komolyan. Ezt most megvárjuk. Nem érdekel. Meg fogjuk ezt, tehát az egészet itt várni. És... szerintem 6 óra körül. Menjünk dolgozni a feladat teljesítéséhez. Jó. Majd megyek akkor majd dolgozni a feladat teljesítéséhez. Tehát akkor majd holnap reggel fogok én majd menni. Hogy a feladatot teljesíthessem. Jó, megesszük szépen a gofrit, így este 7 órakor. Mert az a legjobb. Kifizetjük a számlát. Nyomunk egy WC-t, nyomunk egy fürdőt, nyomunk egy alvást. Teljesen jó. Pedig pont azon gondolkodtam, hogyha nem lenne semmi dolgom, akkor vehetnék egy teleszkópot, és akkor elkezdhetnénk így bűvölni a csillagokat, vagy tanulmányozni őket, hát hogyha a Dórának azzal egy kicsit jobban nő a logika jártassága, vagy hát azzal is nő a logika jártassága, de mindegy időugrás, azt mindjárt visszatérek, srácok, lányok. Na srácok, visszatértem, ez fontos. Dusty Langerak már meglehetősen öreg, és bizony nem fog örökké élni. Talán itt lenne az ideje meglátogatni, ami még lehet. És vészhelyzet van a kórházban amúgy meg. Ja igen, meg kifizettük a izét is. Ha megyünk szépen a kórházba, mert vészhelyzet van. Nem tudom, hogyha ilyen vészhelyzetkor megyek a kórházba dolgozni, akkor a feladat az teljesítődik. Köszönöm a kérdésemre a választ. Együk meg majd a tortaszetet, amikor hazajövünk. Igen, annyi dolgozott, mint egy kubikos. Ez az új ketyegő remekül végzi a dolgát, nem igaz? Csak gondolj arra a rengeteg izgalmas és hasznos kísérletre, amelyeket most már elvégezhetünk. A remek formában lévő szívednek hála. Próbálj erre, no meg a pénzutalomra és a fizetésre másra gondolni, ahelyett, hogy egy mesterséges kütyű dobog a melkasodban. Micsoda? Mi? Kivették a szíveit Dórának, és betettek egy ilyen izé mechanikus szívet? Ne! Nem mondod. De, az igen. Az korrekt. Fú, azt, júj, kirázott a hideg. Júj, ebbe most így belegondoltam. Izom lesz. A szímek érezhetnek egy kis fájdalmat, de mindez megéri a jogkondi érdekében. Ilyenkor jól lehet egy masszázs. Ez a lehetőség teljesítése miatt. Aha. A szímek büszkék arra, hogy elkötelezett partnerként kiérdemlik bizalmat és tiszteletet, mert jó hírnek örvend. Igen, kidekorálva addig jó, kényelembe helyezkedett. Jó. Hú, ez ebben most így belegondolni, hogy műszív.
Vagy hát igazából abba belegondolni, hogy te odaadtad a saját szívedet, és a helyébe meg betettek egy műszívet. Na most jó, én nem vagyok ellene, csak most így belegondoltam is saját helyzetem, hogy ha nekem kéne ezt, fú. Lehet, hogy így az első pár napban így félnék, hogy azért mégiscsak nem a saját szívem van bent, hanem egy mesterséges szív, de hát jó, mindegy. Na most, hogy Dóra lefeküdt aludni, akkor így ezzel a gondolatmenettel hagylak itt titeket, meg ezzel a gondolatmenettel fejezem be ezt a részt, ezt az epizódot. Tehát ez volt Dorking életének egy következő rész epizódja, hogy kinek meg kifejezést tetszett, hogy eddig a legjobban. És jövő héten majd jön a következő rész, valamikor legyetek jók, ígyatok sok vizet, én Szolyó voltam. Sziasztok!